Izrael lemondásra szólította fel az ENSZ főtitkárát, miután António Guterres a biztonsági tanácsülésén arról beszélt, hogy a Hamász izraeli civilek elleni terrortámadása nem légüres térben, hanem 56 évnyi megszállás nyomán következett be. Mélységesen aggódom a nemzetközi humanitárius jog egyértelmű megsértése miatt, amelynek tanúi vagyunk Gázában, fogalmazott Guterres. Nem kertelek, a fegyveres konfliktusban résztvevő felek egyike sem áll a nemzetközi humanitárius jog felett. Megfogalmazása dühös reakciót váltott ki Izrael ENSZ nagykövetéből, aki azzal vádolta az ENSZ főtitkárát, hogy legitimálja az izraeliek elleni atrocitásokat. Ma felszólítottuk, hogy kérjen bocsánatot. Ha nem kére azonnal elnézést, akkor nincs jogosultsága ennek az épületnek, hogy itt álljon. Ezt az épületet azért hozták létre, hogy megakadályozza az atrocitásokat. Ugyanigazolhatja a főtitkár a szavaival bármilyen módon azokat a szörnyű tetteket, amelyek a polgárainkkal történtek. Ártatlan civilekkel, mérgelődött Izrael ENSZ nagykövete. Guterres beszéde után Izrael bejelentette, hogy megtagadja a vízumot az ENSZ tisztviselőktől. A brit és az olasz kormány illetékes miniszterei közölték, hogy nem értenek egyet az ENSZ főtitkár Izraellel és a humanitárius jog állítólagos megsértésével kapcsolatos megjegyzéseivel.